Tisztelettel köszöntök mindenkit az MSZP mai sajtótájékoztatóján itt a Balaton partjáról, és külön köszöntöm az édesanyákat, hiszen ma van anyák napja. A Balaton a téma, amely jóval régebbi, mint a magyar állam, sőt, mint a magyar nemzet, ezért erre a nemzeti kincsünkre különösen vigyáznunk kell. Óriási a felelősség számunkra, hogy sok-sok nemzedék számára is át tudjuk örökíteni ezt az értéket. Navrasis Tibor az elmúlt időszakban két konferencián is beszélt a Balatonról. Márciusban feltette azt a kérdést, hogy a Balaton elsősorban lakóhelye vagy üdülő. Majd most néhány nappal ezelőtt egy veszprémi konferencián, talán meghalva a magyar emberek hangját, meg esetleg ellenzéki politikusokét is, már úgy tette föl a kérdést, hogy tehát lakóhely és üdülő. Igen, ez a dilemma 150 éve létezik, de 150 éve a Balatonnál békességben megférnek az üdülők és az állandó lakosok. Nagyon helyes, hogy támogassuk, hogy a Balaton környékén megmaradjon az állandó lakosság és a fiatalok is boldogulni tudjanak. Azonban nem lehet harcot hirdetni az ingatlan árak ellen, hiszen ezeket a piac szabályozza, azzal kapcsolatosan, hogy fölmentek a Balaton környékén az ingatlan árak, az államnak nincsen feladata. Viszont a magyar államnak sok más feladata lenne, például bérlakásokat építeni a Balaton környékén, és megállítani a lakópark építést, hiszen a helyi fiatalok nem lakóparkokba akarnak költözni valóban irreális árakon, hanem bérlakásokat vennének igénybe. Nagyon fontos a munkahelyteremtés, hiszen a helyben maradás törvénye szerint leginkább akkor maradnak ott a fiatalok, hogyha lesz munkahelyük. És itt kapcsolódik össze a turizmus és a helyben maradásnak az összefüggése, hiszen amennyiben vannak munkahelyek, van turizmus, vannak bevételek, sokkal inkább ott maradnak a fiatalok, mint egy olyan helyen, ahol ellenségként kezelik az üdülő tulajdonosokat vagy a turistákat. Nagyon fontos, hogy ne beszéljünk arról, amiről Navracsis Tibor még márciusban, amikor arról rettegtette az embereket, hogy a magyar Florida lesz a Balatonból, és alkalmatlan arra, hogy a helyi lakosok élhetőnek tartsák a Balaton környezetét. Szó sincs erről, azonban beszélni kell egy harmadik kategóriáról, azokról, akik félig már életvitelszerűen a Balaton partján laknak, és igen, a fővárosból, vagy a környék megyeugú városaikból érkeznek le a Balaton partjára. Ez egy új kategória, számukra is élhetővé kell tenni a balatoni létet, nem üldözni kell azokat, akik Budapestről vagy a környékről leköltöznek átmeneti jelleggel, hanem bizony őket is partnerként kell kezelni a balatoni kérdésekben. Ezért leghatározottabban arra kérem Navracsis Tibort, aki a területfejlesztésre felelős, hogy vesse latba befolyását, és ahelyett, hogy rettegtetni a magyar lakosságot Florida ötletekkel, arról beszéljen, hogy mikor lesznek új bérlakásépítési programok, a kis- és középvállalkozások mikor kapnak valóban komoly állami támogatást munkahelyteremtésre, üdülő felújításra, szállásfelújításra, hogy ne csak luxusszállodák épüljenek, hanem a lakosság széles rétegei számára is elérhető szállásokat is lehessen támogatni. Szükség van a táboroztatás bővítésére, hiszen nem elegendő az Erzsébet tábor program, hanem olyan fiatalok számára is előrehetővé kell tenni, akár tanrendszerűen a balatoni üdülést legalább egy hétre, akik egyébként nem tudnak eljutni. És természetesen sokat lendítene a Balaton környékén, hogyha megállítanánk ezt a, legyen egy egész lakópark az egész Balaton, mint egy nagy úszómedencével, hanem legyen helyette sok-sok szabadstrand, őrizzük meg a nádasokat, őrizzük meg természeti értékeinket, és teremtsünk egyensúlyt abban a kérdésben, hogy az üdülő tulajdonosok, az állandó lakosok, és akár az ingázók is maguk számára sajátjának érezzék ezt a csodálatos természeti kincset. Nagyszerű, hogy Navracsis Tibor felismerte, hogy a sörrel együtt jár a hab, a Balatonnal, az állandó lakossággal együtt jár a turizmus. Köszönöm, hogy meghallgattak!